Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon, ezen a filmrajongói oldalon. Ebben az első videóban most egy angol filmben jelentkeznék, az angol új hullám egyik legmeghatározóbb alakja, Tony Richardson 1961-ben forgatott Csepmés című filmjéről osztanék meg néhány gondolatot, kritikát, spoilerek nélkül természetesen. A Csepméz, ahogy már említettem, Tony Richards egyik legjelentősebb filmje, az angol free cinema meghatározó alkotása. A film forgatókönyvét a rendező Shelley Delaney azonos című színdarabja alapján a dráma alkotójával együtt írta, és bár a film hülyen követi a színpadi művet, a képi eszközök nem csupán a történet illusztrációnak eszközei, hanem a jelentés önálló rétegét is alkotják. A karakterek bemutatása és elemzése után erre még kitérek a későbbiekben. A film az úgynevezett kitchen sink realizm irányzatához kapcsolódik, amely az angol filmes új hullám esetében használt fogalom. A munkásosztály, az alacsonyabb társadalmi rétegek bemutatása egy sajátos életérzés, atmoszféra, hangulat megjelenítésére használt formanyelv megnevezése. Akkor röviden, spoilerek nélkül a film történetét felszeretném egy kicsit vázolni, hogy miről is szól a film. A filmalkotás főszereplője Joe, Rita Tushingham játssza, egy álmodozó, kissé introvertált fiatal lány, aki anyjával él Manchesterben, Észak-Angliai iparvidékén. Az anya Helen, Dora Bryan játssza, munkanélkül, depressziós, középkorú nő, aki a film kezdetén kapcsolatot kezdeményez egy nála jóval fiatalabb Peter nevű férfival. És ahogy már említettem, Joe és Helen, tehát az anya és lánya kapcsolatát egyfajta szerepcsere jellemzi. A lány megpróbálja támogatni és érzelmileg segíteni anyját, míg az anya kétségbe esetten igyekszik kapcsolatokat létesíteni, futó kapcsolatai azonban kudarcosak és megalázzák őt. A film első felében az anya-lány kapcsolat bemutatása áll középpontban, azonban Peter Joe mellett egyre nagyobb hatással és befolyással van az anyára, Helenre, aki miután a férfi választására állítja, lánya helyett, saját lánya helyett Petert választja és elhagyja Joe-t. Joe csalódottságot és elhagyatottságot él meg, amely oda vezet, hogy kapcsolatot kezd egy fiatal néger szakáccsal, aki átmenetileg a város kikötőjében tartózkodik egy hajóval. A férfival rövid szexuális kapcsolat alakul ki, majd a szakács elhagyja a lányt. A mozi második részében Helen és Peter összeházasodnak, és Joe egyedül él. Az említett szakács, miután szexuális kapcsolatot létesített Joe-val, és teherbe ejtette, Joe-t elhagyja őt, és Peter és Helen házassága után Joe teljesen magára marad. A filmnek ebben a szakaszában válik világossá, hogy miután iskoláit befejezte, kénytelen munkát keresni, egy cipőboltban kezd dolgozni, ahol azonban megismerkedik egy fiatal homoszexuális fiatalemberrel, Jeffrey-vel, és a lány barátja, jó barátság, egyfajta plátói partner kapcsolat alapul ki kettejük között. A fiú albérlete, Jeffrey albérlete épp akkor szűnik meg, mivel főbérlő egy másik férfival találja ágyban a fiút. Ezek után Joe befogadja Jeffreyt, egy különös, ahogy már említettem, barátság, plátói partner kapcsolat alakul ki kettejük között. Ahogy a film első szakaszában egy szerepcserét láthatunk az anya és Joe között, itt is egyfajta szerepcsere jelenik meg az én meglátásom szerint. Jeffrey takarít, rendben tartja a lakást, főz Joe-nak, dekorációkat készít a lakásban, azt tervezi, hogy miután Joe megszülte a gyermeket, ő fogja majd gondozni, azt vigyázni rá, míg a lány dolgozik. Tehát egyfajta anya szerepet próbál a fiatal Jeffrey elvállalni Joe iránt érzett szeretete és barátsága miatt. Egyre inkább világosan körvonalazódik ez Joe és később és Jeffrey később élete a néző számára, ha megnézitek a filmet, azonban Helen, az anya váratlanul visszatér a film során, és követelve anyai jogait, megpróbálja eltávolítani a fiatal fiú Joe
megpróbálja őt megfosztani, a Joe-t megfosztani ettől a baráttól, aki beköltözött hozzá. Még nagyon sok minden van a filmben, úgyhogy spoilereket nem mondtam, de röviden ez volt akkor a történetek a leírása. Most a karakterekről szeretnék néhány gondolatot megosztani. Hát kezdeném akkor a főszereplővel, Joe-val, a fiatal introvertált lányjal. Joe karaktere különös érzékenysége és figyelemmel van megformálva a filmben az alkotók által. Joe egy érzékeny, intelligens fiatal lány, aki bár törékenynek tűnik, hatalmas belső erővel képviseli és eltűri azokat a lelki terheket és nyomasztó történéseket, amelyeket megél. Peter és az anya ellenségessége a lány iránt torokszorító, hasonlóan katartikus a terhesen elhagyott fiatal lány története, ami a néger szakács, aki ugye elhagyta őt, és az éppen kialakuló, én úgy nevezném alternatív házasság Jeffrey, a homoszexuális Jeffrey és Joe között, amelyet az anya megpróbál a film során szétrombolni, szintén nagy terheket ró Joe-ra, a főszereplőre. Rita Tashingen különös sokszor a semmibe tekintő tág szemei jól fejezik ki azt a szomorúságot, és a szomorúsággal együtt az abból származó ember erőt, amely Joe karakterét jellemzi. A néző megdöbbenve látja, hogy a lány azok alatt a történések súlya alatt, amelyekbe a néző beleképzelve magát szinte már összeroppanna, Joe szomorúan, de erősen és kitartóan áll. Nem véletlen, hogy a színésznő, aki megformálta Joe karakterét, Tilda Tashingen Kámmar a legjobb színésznő díját nyerte el alakításával. Hasonlóan izgalmas a másik két főszereplő, az anya, Helen és Jeffrey karaktere is. Míg a film első felében az anya karaktere válik Joe mellett ellenponttá, a második részben a fiatal meleg férfival való érzelmi közösség és hasonlóság tükrében látjuk Joe alakját. Helen személyiségét az önzőség, az én központoság jellemzi, ellentéte, teljes szöges ellentéte lányának, nincs meg benne a függetlenség és az erő, ami Joe jellemzője. A középszerű asszony, a fiatal férfiak és a bár, ahol játszik, közönségnek a kiszolgáltatottja, kinevetik, kihasználják, ő pedig kegyetlen és önzően bánik lányával. Joe támogatását természetesnek veszi, képtelen empatikusan átérezni a lány helyzetét, saját lánya helyzetét. Jeffrey alakját a forgatókönyvíró és a rendező is nagy szimpátiával alkotta meg meglátásom szerint. A homoszexuálisokkal kapcsolatos előítékkel szemben megalakított karakter egy érzékeny fiatalembert rajzol meg, akiben hatalmas a szeretet. A fiú kreativitása és a lány támogató attitűdje annak ellenére az érzékelhető és végig fennmarad a film során, hogy a környezet elutasítja, kitaszítja őt is több szinten. Így a film kezdetén főbérlője hasonlóan elküldi a fiút, mint a film zárásaként Helen megpróbálja eltávolítani Joe-t. Hogy sikerül vagy nem, azt nem árulom el. Esetleg még nem láttátok a filmet. Mind Joe, mind Jeffrey azonban tehát végzetesen magukra maradnak, és ahogy magára maradt érzéseivel, az érzékeny szereplővel empatizáló néző is. Mint néző, én, mint néző szinte érzékeltem az elhagyatottságot, az anyai szeretet és törődés hiányát, a kirekesztettséget. Ez is Tony Richardson érdeme, hogy milyen képi eszközök segíts, amit ugye a színdarab képtelen ugye megmutatni, a vizualitás eszközök, hogy milyen szépen tudta ábrázolni ezt a fajta érzést, atmoszférát. Tehát a szomorúság mellett, amit már mondtam, az álmok feladása és egy sajátos belső tartást jelenik meg, mind Joe és mind Jeffrey elfogadja végül sorsát, életét, amelyben a film címét idézve, nagyon lírai a cím, mégis volt egy csepp pénz, amely megédesítette azt, hogy csak egy rövid ideig is. A film vége felé a nyitó jelenet gyermekdalát halljuk, amely azt szimbolizálja, hogy minden úgy alakul ismét talán Joe számára, mint élete és film és a film kezdetén, de a dal alkotta keret az állandóságra, személyiség erejére és állandóságára is utal. A film mélyen empatikus a szereplő érzelmeivel, hangulataival jól ábrázolja azokat, ugyanakkor pontosan ábrázolja a külső valóságot is, a kor munkásosztályának körülményeit, az iparvidékek koszos, szomorú hangulatát, az emberi kilátástalanságot. Ez utóbbival kapcsolatosan különösen érdekesek a film képi eszközei megoldásai.
A film, ahogy már utáltam, említettem, Delaney színpadi darabja alapján keletkezett, azonban a film képi megoldásai többet nyújtanak annál, mint néhány külső utcán játszódó jelenet is megjelenik az alkotásban. Tehát Tony Richardson egy kicsit kibővítette a színdarabot. A film jó részt egy-egy kis lakásban játszódik, de még a film első felében a lakás, ahol Joe és önző anyja Helen élnek, sötét, zárt, szűkös tér, addig a film második részében a lakás, ahol Joe és Jeffrey jövőjüket tervezik, már egészen más. Ezt a lakást jól megvilágított nagy, üres, szabad terek és hatalmas, falszerű ablakok jellemzik, amelyel a két világ, a két életérzés, a két hangulat különbségeit érzékelteti a tehetséges rendező. Míg a lakások a szereplők személyiségének metaforái véleményem szerint, a film tömjeletben megjelenő közönségi mulatságok, fesztiválok, a társadalmi létezés jelképei. A két tér, a kis lakások személyes tere és a sok ember befogadni képes karneváli közösségi terek váltakozása, a dinamikája fontos képi megoldás, amely csak a film, ahogy már említettem, csak a filmre, a hetedik művészetre jellemző. Az eredeti színdarab ezt a képi eszközt természetszerűleg nem tudta felmutatni. A film képi világának fontos képét képezi a sivár utcák, gyára, kikötői dokkok és a folyó fényképezése, amelyel a munkásosztály szomorú, sötét, szegény, lelket romboló atmoszféráját érzékeltette a rendező. Nyilvánvalóan az is tudatos, hogy Richardson direkt szándékosan fekete-fehérben és nem színesen forgatta le filmjét. Zárásként a film üzenete szempontjából kiemelkedő az is, hogy Joe világát olyan a hagyományos családmodelltől különböző kapcsolatok jellemzik, amelyekkel Richardson, mind az angol lázadó új hullám képviselői üzenni akart kora társadalmának. Joe anyja egyedülálló lányát egyedül nevelő nő, férj nélkül, aki 40 év felett is kétségbe esetten társat keres, dependens, előtérbe helyezve. Tehát előtérbe helyezve saját individuális vágyait, önzőségét. Joe kapcsolata gyermekének apja egy néger szakács, aki folyamatosan úton van, és aki egyetlen szexuális együttlét után elhagyja gyermek anyját, és később születendő gyermekét. Végül Joe plátói partnere, a partnerit itt idézőjelbe tennem, ez a homoszexuális fiú lesz Jeffrey, aki anyaként szeretne a lány mellett élni, ezt értettem a partner kapcsolaton, tehát egyfajta gender szerepváltozás is megjelenik a filmben, nyilván akkor még ez nem volt tudatos, csak ezek az ideológiák. Mindezek mellett úgy érzem, a film fő üzenete a személyiség erejébe és feltétel nélküli szeretetbe vetett hit, amelyet Richardson filmje nagyon hitelesen ábrázol. Richardson hasonlóan ábrázolja a személyes én és a társadalmi én viszonyát egy másik jelentős filmjében, amit lehet már láttatok, a Dühöngő Ifjúság című alkotásban, amelyet Robert Burton főszereplésével Joan Osborne híres drámája alapján vitte vászonra. Mégis, hogyha választanom kéne Richardson filmjei között, nagyon szeretem az angol mozit, az angol filmművészetet. Én, ha egyet kéne választanom, akkor Chef Mills lenne, mint a kedvenc filmem Tony Richardsontól, és úgy általában hívva az angolói hullámtól. Akkor ez volt az első filmkritika, ha tetszenek, kérlek, iratkozzatok fel, sziasztok!